két forintos dalapén mobil zenekar ikonikus felvétele. Schuster Loránt és társai saját bőrükön érezhették, hogyan viszonyult a 80-as évek hatalma a másképp gondolkodó muzsikusokhoz és követőikhez. Valószínűleg erről is lehet meg néhány gondolatot az előadásban. A Vosinszky Mormegyei Múzeum 2019 őszétől indít egy új sorozatot, amelynek az a címe, hogy Gusba kötve táncolni, a Kádár korszak könnyűzenei legendái. Ennek keretében a nem is annyira közelmúlt, hiszen a Kádár korszak most már történelmi távlatokban van, tehát az 60-as, 70-es, 80-as évek könnyűzenei sztárjai jönnek le ide Szekszárdra, és mesélnek életükről, kapcsolódásukról, a könnyűzenéről. A Vármegyeházi esték keretében Csatári Bence a téma kutatója már tartott egy előadást a tavalyi év februárjában, és a múzeumban Révés Sándor mesélt ifjúkori élményeiről. Ezek a sikeres programok alapozták meg a mostani sorozatot. Csatári Bence ismét szerephez jut. Részben az ő ismerettségét felhasználva gondoltuk azt, hogy szervezünk egy első évben, 2019-ben, 2020-as évadban, ha úgy tetszik, egy 8 részből álló előadássorozatot, minden hónap utolsó szerdán 18 órás kezdettel, amikor egy-egy ilyen nagy ágyút, könnyűzenei résztvevőt szólaltatunk meg. Dr. Csatári Bence lesz a beszélgető társuk. Schuster Lóránttal, a P-mobilnak a frontemberével kezdünk. Balázs Fecó, Nagy Feró, Török Ádám, 2020-ban Kóbor János, remélhetőleg Révész Sándort is újra el tudjuk hívni. A legvégén pedig Korda György is igent mondott a meghívásunkra. Valószínűleg sok a mai napig csak a szakma számára ismert történet színesíti majd az előadásokat. Az elsőre szeptember 11-én kerül sor, ahol Schuster Loránt azt is elmesélheti, hogyan született a két forintos dal.